Na szevasztok újra, ez itt a KTN Gaming, én pedig Kozta vagyok. Ugye ott hagytuk abba a Wolfenstein The New Colossus-t a jó előbb, hogy anyához kell visszamenni Caroline szobájába. De itt megtaláltam a Wolf 3D-t, hogy ezt mindenképpen ki fogjuk most próbálni. Nem már itt a menü van, így konkrétan. Load game. A grafika realisztikus. Jó, hát... jó, hát akkor nézzük meg New Game. Ne már az egész itt van. Beszarok. Nézzük meg akkor az elsőt. Hát nem, mondjuk a Bring Him On-on. Hát ez nagyon komoly. Hol is? Aha, itt volt. Jó. Mondjuk igen, azért így elég jó, hogy lehet használni az egeret. És ez a régi zene. Melyikben valamelyik mögött volt az, hogyha jól emlékszem, volt egy szemét az egyik mögött. Ja, nem, ez halott már. Oké, akkor lehet, hogy itt majd a legközelebbi ajtónál. Aha. Hú, hogy is volt? Merre kellett? Itt volt valahol egy secret. Melyik is volt a secret? Vagy rossz? Rossz? Nem nagyon emlékszem, hogy 92 jó régen volt. Na, az... Opa! Ez volt a secret. Igen, igen, jó. És itt már tudunk is szerválni magunknak fegyót. Tú, azaz. Ja, még egy van. Oké. Okay. Ajj. Aha, ketten is, jó. Azaz. És akkor itt kellett ugye szedegetni ezeket a extra cuccokat. Ó, hát ez nagyon-nagyon durva. Ja, benne volt a New Order-be is, hogyha jól emlékszem, csak az első pályát lehetett végigjátszani, vagy... ott, ahol megtalálta az ember azt a extra területet. Hogyha megtaláltam, az mondjuk annyira nem volt egyszerű, vagy egyértelmű. De itt elméletek az egész játékot végig lehet nyomni. Aha, itt a vége. Legalábbis ennek a pályának. Hát 70%, secret 20, igen, azon még van mit javítani. Második. Jó, még ezt megnézzük. Csak úgy a retro kedvéért. Kutyák! Egyik ugatott, hallottam, hol vagy? Itt egy kutya. Ezeket nem lehetett akkor szétlőni, jó. Kutyus! Anyád! Igen. Ez amúgy nagyon-nagyon poén, hogy így beletették az egészet. Uda mellé lőttem most, jó. Itt egy kis életerő, az azért nem árt. Na, 89-en vagyunk. Jó, itt akkor ennyi volt. Szemét. Ajj! És ezek a hullák. Csontik. Ó, itt van a... Igen, itt...
Jó. Ez egy szemét volt akkor is. Nem nagyon szabad hagyni lőni, mert erőset lő. Aha, ezt arra rábasztál. Na, de ki a másik, aki ugat e mögött? Aha, itt volt egy. Igen, ugatnak azért. Ajajajaj, hányan vannak? Ketten, jó. Ezeket még azért ki lehet pusztítani. Na itt egy kicsit a tre... Ja, hogy a lófaszt még! Jó. Szuper. Szóval ez a pálya már egy... A kurva anyát! Hogy lőttél ekkorát? Hű basszus. Na most ciki van. Hát... Óvatosan. Ott van egy... Jó, van életerő. Hát nem mondom, hogy sokkal jobb, ez a 25% szerintem még mindig egy lövés. Ezzel a nehézségen. Jaj, bazd meg, pont te... Kettő a faszom! Nem biztos, hogy ezeket nagyon kéne most bántani. Ennyi életerővel. Lehet, hogy van ott náluk valami felszedhető. Gyere! Ne ölj meg! Ne! Dögölj! Jó! Mi volt nálatok? Csabból nem lehetett akkor még inni? Ó, ez jó, hát jó, 37. Ez talán már egy kicsivel jobb. De óvatosan. Na itt sokan lockdownoltak. A második pálya az már igencsak hosszú, meg nagy. Itt vannak. Erre kéne tovább menni. Aha, Mother Russia azt mondja. Dögölj. Anyádat! Hát ez keményen odavert. Na jó. És akkor ezt elméletileg el lehet menteni. Nem így. Igen, itt tudunk menteni, save, de komoly. Jó, itt akkor elszévelem, aztán majd folytatjuk legközelebb, vagy valamikor, amikor lesz rá úgymond idő. Most nem akarom ezzel ugye a New Colossusnak a történetét húzni, hogy hogy alakul tovább. Jó, akkor egyelőre ennyi, de ez nagyon-nagyon pozitív, hogy így elmentek az egész Wolf 3D-t végig lehet tolni, ráadásul úgy, hogy szévelni is tudsz. Nagyon pozitív, oké. Okay. Ez a zene. Oké. Okay. És quit. No. Akkor egy igen. Ugrottunk 25 évet konkrétan. Tehát azt mondja, hogy akkor nézzük meg Caroline szobája merre van. Mondjuk menjünk itt le kantinba. Igen. Igen, jó. Nem találtam akkor meg. Mondjuk Caroline ugye ő volt a csapatnak a vezetője, úgyhogy gyanítom, hogy valahol itt lesz ő, ez ugye egy ilyen központi rész. Ó, ott mutatja, akkor ez a Caroline, ez a Caroline, oké. Okay. Na anya, mondjad, mi a helyzet? Hát itt is érzi, mert szaglásilag szegény Caroline-t, igen. Na, tudjuk a pontos helyét? Nézzünk utána Fergusnak. Nem jött vissza, de mi a fasznak kóborol el? Shooting range mögött, vagy mellett. Jó, nézzük akkor ott meg. És már majdnem New Yorkba vagyunk, New York Citybe. Jó, itt van egy ilyen képes lap. Itt van egy journal. Maybe she already knows.
keeps pretending like me. Nézzük csak azt meg, hogy Fergus az... annak láttam, az itt volt valahol. Fergus szobája. Igen, a Crusoe Club mellett valahol ez volt Fergus szobája. De Fergus nincs itt. Mi ez az E? Jó. De ő nem tartózkodik jelenleg itt. Jó, akkor Shooting Range környékén kell körbeszaglászni. Ami azt mondja, hogy itt le tudok. Jó, ez nem gond. Hacker Central. Nem csak hol volt ez a Shooting Range? Na, ez az. Ja, hogy itt is, igen, igen, itt az ammo depó. Oké, nézzük akkor meg. Mit keres itt a Fergus? Rendben vagy, hogy van a kezed, vagy a karod? Segítsünk neki. Valami meg akarja ölni. Hát szerintem egy kicsit bekattant, mondjuk ez valahol érthető. Hoppá! Ne adonásszál az a robotkarra, nem olyan vicces. Ilyen kicsit becsavarodott szegény. Meg kell mutassa, hogy a robotkar felett ő irányít. Hát az mondjuk igen. Vannak olyan helyzetek, amikor ez a robotkar azért nem segít. Mondjuk harcnál azért jól jöhet. Megmondjuk cipelésre. Hop-hop-hop-hop. Na-na, óvatosan. Ne várd, ez mitől izél ennyire? Ez kész. Nem igazán tökéletes a kontakt. Minden meg a legnagyobb rendben van, jó. Kontroll alatt, oké. Na nézzük, mi van a Caroline-nak a feljegyzéseibe. Milyen jó kis zene van a háttérben. Hát igen, ne nagyon repkedjünk, hogyha ott olyan sok a náci helikopter. Hát akkor nem fentről, hanem vagy lentről leginkább. Sugárzás is van a atombombától. Ú, basszus. Egyre jobb. Ezt a bombát itt feltétlen kell vinni, nekem olyan nem, valahogy nem. Szimpatikus a csávó, most abszolút nem azért, mert fekete, tényleg nem azért. Csak olyan... furán néz meg, olyan gyanús csóka. Texasból hagyom. Ilyen zene van. Na. És akkor... hát jó, menjünk kis pisztollyal. Azt még nem nagyon próbáltuk. Aha. Hát igen, ők már nem sikoltanak többet. Bassza meg. Hát szemetek ezek a nácik. Már a játékban. Legalábbis itt biztos. Na jó, azt mondja... itt ez maxon van, akkor ez nem lényeg.
Ja. Így. Égessük ki. Itt van egy kis életerő. Na, ott is van valami, várjál. Na fasz. Ja, igen. Kicsit sötét van. Ezt is ezzel kell kiégetni, meg én? Igen, jó. Hát akkor hagyom ezt a fegyót, még sok az égetés. Na, de nem, most kiérünk. Mehette New York, no! Nézzünk körbe. Hát, így eléggé lepusztult. És most az baj, hogyha a vízbe beleesek, nézzük. Ja, nem, jó. A faszért nem tudod elkapni azt a peremet. Van? Meggyűlnek a játékokkal a... Az meg ezt nem hiszem el. Jó, peremet akkor nem kapunk el. No problem. Akkor menjünk erre. Nem tudom, meddig bírjuk víz alatt, de most felesleges vízzel elmenni. Aha, itt vannak a szignálok, mondjuk azért kicsit messze. Hopp, ez mi volt? Ó, map! Így a semmi közepén? State building. Ez nagyon jó, ez az armor. Akkor egy kicsit csöndesebben. Nagyon jól néz ki a game. Eszméletlen jó. Mondjuk ez egy kicsit a Fallout 4-re hasonlít, ez a rész. Na, tököm. Ja, az van ott egy ellenfél. Jó, jó, várjál. Észreveszel? Hát a faszom. Akkor nyomjuk így. Azt ott lőjük le. Ez meg. Dögölj. Nézzük csak a másik fegyót, azon már van a szkópunk. Ó, hát ez már mindjárt jobb. Egyik parancsnok kihalt, jó. Na és a másik az merre van? Nem, te sem. Hol vagy parancsnok? Puss, te is. Dögölj már, aha, ott futott a szemét. Ne. Gyere csak vissza. Visszamegyek azért a Enigma kódért, nem hagyom ott, csak előbb a parancsnokot kéne kigyakni. Ó, bassza meg, azt a mennyien vannak itt. Parancsnok, dögölj. Jó. Oké. Ez is megvan, szuper. Van, aki itt még beszél, hol vagy? Gyere csak, nem lehet itt. Na, hová futsz te? Buzi. Jó. Na, akkor szépen visszamegyek azért az Enigma kódért. Ó! A seggbe lőttem konkrétan. Hol is volt? Itt. Mutassad? Pedig itt mentem át. Hol van? Sikerült akkor felszedni? Úgy tűnik. Jó, akkor ez megvan. És akkor itt szépen megyünk. Így szkóppal ezért ez a fegyver mondjuk eddig is jó volt nagyon. A sturmgevér egy kicsit lehetne jobb. De ez a fegyver, ez így szkóppal nagyon-nagyon ott van. Nagyon jó használható. Jó, akkor nézzünk itt szépen. Életerő, meg még egy. Upgrade kit. Na, várjunk csak. És
Sturmgewehrt, azt... Ja, hogy ez a Sturmgewehr, nem csak melyik, akkor az szarab. Ez a Machine Pistole. Jó, tegyünk erre egy Nilgant, hanem kíváncsi vagyok így a Quake után, hogy Nilgant az mit akar ennél a fegyvernél. Na ez mit? Aha, hogy így. Hát valószínűleg erősebb a lövés. Na ennek mondjuk a, nem árt. Ezt nehezményeztem eddig, hogy ez egy kicsit olyan... Nem mondom, hogy gagyi fegyó, de... Sokat kellett lőni egyik másikba. Lehet, hogy ez így akkor jobb lesz. Most akkor kipróbáljuk a következő alkalmatlankodón. Azt a drónt én ott leszedem. Nem tudom, haver vagy-e vagy se. Baszódj meg, hová mész? Hol vagy? Ez nem lehet haver. High alert! Az gond! Akkor azt a drónt tényleg le kellett volna. Dögölj! Az is robban? Úgy, jó. Itt van egy Star Card, jó. Viszont most ugye nem tudják, hogy hol vagyunk. Oké, hogy broadcasting alán van. De nem láttak még meg. Itt is van fegyó. Nézzük csak akkor így kifelé, viszont akkor átváltok a másikra. Nem erre gondoltam, hanem akkor a szkóposra, így-így. És akkor egy kicsit csöndesebben. Ahogy onnan, jó? Hol vagy? Jó, te is. Na, overcharge kill 20 per 20, az jó. Na, vagytok még? Igen. Oké. De, jó, mondjuk alarm van, azt oké, értem. Ott volt. És van elvileg ott még egy, nem? Azaz, kis buciát mutatta. A faszomat akkor lerohanom. Ne lőjé! Úgy. Aha, itt van még egy ilyen szar. Na most van gond egy picit. A hátulról is lőnek. Oké, és... Hol vagy? Jó, jó. Üj, bassza meg, mennyien? Várjunk csak, hogyha... Ez állandóan megy ez az alarm, az viszont úgy nem jó. Folyamatosan jönnek. Legközelebb erre akkor figyelek majd. De honnan broadcast? Igen, mondjuk meg kéne találnom azt a pontot, ahol broadcastolják. Lehet így fölfelé. De legalább akció van. Igaz, hogy nem egy halk módszer, de... Legalább állandó akció van. 31, elég közel. Hol is? Oda hát kéne ugrani. Itt vannak még cuccok. Jó, azokat már maxon vagyunk. Nézzük, így mondjuk jó. Ott van egy rekord. Nem itt csak ez a rekord van. Azt hittem, hogy itt föl kéne. Nem lehet oda felmenni? Hát úgy tűnik, hogy nem. De akkor továbbra is meg kéne... 29... Ó, mennyi életerő! Azt fölveszem. Ez mi? Jó, ez egy ilyen újságbejegyzés. Ne,
Lehet, hogy így lesz a jó. Na, itt mentett a játék. Na, igen, igen, itt közelítjük megfele azt a területet. Enter Subway. Jó. Ó, hol vagy? Oké, és... Ja, hogy az volt az a szemét? Aha! Jó van. Nem volt teljesen egyértelmű. De a lényeg... Hopp, faszom, faszom, faszom! Fuss! Itt jön a... Igen, itt van. Dögölj valahogy. Na, akkor csináljunk egy ilyen kört. Jaj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 
mekkorát lő az a szemétláda. Meghalt. Ja, hogy ennyi kell csak bele? Ó, hát én meg fosok. Hol vagy? Úgy. Hallj már meg. Jó. Azt hittem, hogy ebben sokkal több kell. És mi a van? Ez mi? Érdekes. De annyira nem szimpi. Azt mondja... Ez a fegyver, ez nagyon jó. Ez hibátlan. Ezek itt meglent. Mondjuk ez lesz a metró. Aha, akkor ott kéne majd lemenni. Jó, egy pillanat. Itt kihagytam még egy ilyet. Itt fent felszedegetjük a lőszereket. Mondjuk ezek max, ez jó. Itt erre esetleg valami ajándék, semmi, sehol. Jó van, akkor itt valószínűleg le lehet ugrani. Szuper, és így, jó. Ezen át tudunk. Ezen bazd meg át tudunk menni. Milyen érdekes. Kutyák. Hát most megint csöndbe. A tökömet. Az nem kutya, ez valami vérebb. Nem viccel. Aha. Jó. Kicsit megrákcsáltak, de nézzük csak, hogy néz ez ki. Azt a mindenit. Hát ez egy komoly vérebb. Jó van. Ezekkel akkor vigyázzunk. Itt valami ajándék. Lőszer, az fontos. Hát a kis pisztolyt ezt nem igazán használom. Aha, jó, nem kellett volna futni. Meghallottak. Gold! Gold, az minek? Ja, hogy így gold. Aha, jó. Csodálkoztam, hogy aranyat lehet szerezni a játékban, ez aztán nagyon fontos. Aha, jó, itt fent vannak. Anyátok! Hol vagy? Na, legalább megmutatta az utat, hogy hol kell kimenni. Ez így most nagyon nem. Oké, itt van egy kis kevlár. Aha. Maradjunk akkor így. Ó, bazz! Ez, ja, hogy ez az aligátor, aha. Ezt mondta a fekete csávó. Bombát, igen, ő mondta, basszus. Na most egy kicsit
Befostam, hogy mi van. Itt van egy Star Card. Ja, hogy ezt őrizte az aligátor. Jó van. Hát nem számítottam rá, azt hittem, hogy csak hülyéskedik. Aha, na ott van egy fószer. Na, próbáljuk meg sneaky. Tényleg. Valahogy most megpróbálom, ígérem csöndbe. Hol vagy? Itt fordultál be? Aha, itt megy. Jó. Menjünk utána. Egy kicsit gyorsabban kéne menni. Mondjuk azt a fejszét, azt... Ha, jó. Dobunk egy fejszét. Hát erre nem hiszem, hogy fejsze hatásos. Nézzük, tudjuk bánta. De, jó. Na jó. Bug. Erre nem hatásos. Mondjuk így jó volt. Érdekes, le akartam ütni, de nem sikerült. Jó. Ja, ez az a fegyver. Hát ez nem, ez nem. Itt egy halott, és oda kéne bejutni. Csak nem innen. See if there's some way to power up this old train. Akkor így. Itt van egy kis lőszer, upgrade kit, na nézzük. Hát leginkább a Sturmgewehr tetszik, armor piercing, jungle magazine, ez meg mi a szar? Igen, 60, ja hogy 60, igen, dupla tárunk van, oké. Okay. Ez igazán jó. Na, a power alatt van minden, és akkor meg kell találni a control, hát az mondjuk az lesz. Erre nincsen valami ajándék. Semmi. És komolyan ide eljöttem és semmi ajándék. Na jó. Smucigok. Hajrá! Jó. Exit tunnels. Ajaj! Gránátom nincs. De van! Ne szabazd meg gránát! Kapsz te is. Dögöl, jó. Mind a kettő meghalt? Na hát, az nagyon jó volt így. Mondjuk gránátomat mind elhasználtam. De azért ez így nem volt rossz. És azt mondja, hogy exit, akkor visszafelé. És akkor... Hol az exit? Erre? Ja igen, ott mutatja, oké. Okay. Ugorjál. Most szopadsz meg én, hogy itt nem tudsz átugrani, ugye? Hát, pedig nem tud. Akkor... Esetleg... Ilyen kerülő úton. Jó, itt akkor ez szuper. Na, 102. Mondjuk mindjárt lecsökken 50-re, mindegy. És most kell nyomni. Okés. Na, meg vagyunk akkor ezzel a pályával is. Nem lesz az egy kicsit gyors? Mondom én. Az már bukó. Ó, bazzak főleg így. Bum. Igen. Na, hát végül is... Végül is átjutottunk erre a részre.
Itt van egy kis élet, az nagyon jó. Szignál, nincs is messze. Jó, akkor ezt tényleg próbáljuk halkan. Te kapsz egy ilyet. Mondjuk annyit nem biztos, hogy meghalna, mindegy. Normális esetben, úgy értem. Jó, hol van a szignálos szarláda? Följebb. Hol vagy? Jó, oké. Maradj is ott. Kapsz egy ilyet, így. Megint van egy drón, hogyha jól hallom. Jó, menjünk akkor ezen az úton. Ah, ott vannak páran. Ott az pont erre felé néz, az akkor így nem lesz jó, ne ezen az úton menjünk. Aha, itt van valahol ez a szar drón. Jaj, ne, vegyél észre! Ott van a drón. Most azt kéne leszedni? Jaj, ez erre jön! Jó, ne. Bászódj meg akkor! Drón, dögölj! Hol vagy drón? Dögölj meg, jó. Gyorsan. 18. Hol van, akit ki kell nyírni? Aha. Pusztuljon már meg ez a drón. Na, sikerült. Dögölj már meg, na, oké. Meg vagyunk. Hát olyan blaszkós módon. Hová mész? Most körbe-körbe járunk. Basszódj akkor meg. Így. Jó, itt erre mi van? Valami ajándékot. Itt lőszer, az mindenképpen jó. Na, ide feljutunk. Itt az Enigma kód, szuper. Hát kéne még 9-et gyűjteni, és akkor kapunk valami tutiságot. Az igen. Milyen mama? Ja, hogy édesanyjáról beszél, igen. Hogy mutatott annó képes lapokat neki. Enter State Building. Aha, oda. Ennyitől nem lesz baj. Jó. Ajjajjaj, az ott mi az? Az ott úgy hogy? De nem már, ez most... Ó, hát én azt nem. Szavasz, én elhúztam így szépen. Hát, hogy mondjuk előbb-utóbb kell vele harcolni, de... Amíg nem kell... Ne vegyél észre! Tudod mit, kapsz egy ilyet. Jó, oda kéne feljutni. Valahogy. Nézzük akkor így. Jó, most tényleg ne csináljunk zajt, mert gyanítom, akkor jön ez a nagy baszó. Kaptunk egy szévet. Mondjuk van manuális szév a játékban, ezt azt hiszem már mondtam, de nem igazán használom. Upgrade kit, na az nagyon jó. Nézzük csak.
Azt mondja, hogy akkor ezt a fegyvert, nem ezt a fegyvert mindenképpen, ez így akkor szuper, ez teljesen rendben van, jó. Tovább nem lehet már fejleszteni. Igen, na most valahogy át kéne jutni. Ott vannak ketten. Hát innen simán le lehetne őket sznájpolni. Jó, itt próbáljunk átugrani. Jump! Még egy! Jó. Find a way to reach the top of the state building and make contact with the resistance group. Look for elevators, stairs, anything. The radiation levels should be acceptable. Az ellenállókkal kell valahogy kapcsolatba lépni és föl kell mennünk a tetejére. És azt mondta, hogy ne! Most éppen mondom, hogy mi a sztori, ne vegyél észre minket. Menj innen. Hol vagy? Hát, most akkor ezt cseszel. Konkrétan. Na, most mi van? Miért ne? Előbb is ez volt, hogy elveszi a ikont, és akkor nem lehet megütni. Jó, lényeg, hogy sikerült. Szóval elméletileg fent a radiation level, tehát a sugárzás az nem olyan nagy, és nem lesz bajunk tőle. Jó, itt a szignál valahol nagyon-nagyon közel. Igen. Na, ott van egy csóka elől. Mondjuk pont nem erre néz. Ketten voltak emlékeim szerint. De az lehet, hogy ugye az volt, aki ide lejött. Hát, jók leszünk így. Ott vannak, igen. Bazd meg! Ne! Picsába akkor. Akkor ez van. Egy kis kutya. Valahol nagyon közel. Jó, hát ez hadd lőjön. Úgy. Jó, amíg nem minket talál el, addig nem gond. Na, oké, megvan ez. Jó, hát ez nem érdekel túlzottan. Ez annál inkább, ez közel volt. Hoppá, hoppá! És valahogy mégiscsak ki kéne nyírni. Mutasd, hol vagy? Jó. Így jók vagyunk. Ó, itt van! Legalábbis egy ilyen nagyobb. Igen, ő az. Dögölj meg. Jó. Ez megvan. És akkor lent van ugye az a nagyon erős. Azt nem fogjuk bántani. Hogy néz ki? Ha, hát azt nem, az biztos, hogy nem. Menjünk akkor. Felelem ott maradhat élete végéig. Jó. És akkor ez a pályánk is megvan. Hát itt hogy fogunk fölmászni? Mondjuk azért valahogy meg lehet oldani. Kicsit csáli az a létre. Ojjajjajjaj. Ki a franc vagy, fehér fiú? Nem nácik vagyunk, az biztos. Nem vagyunk nácik, tényleg. Nem vagyunk azok. Jó,
Ezt ügyesen sikerült megoldani. Super Splash-nek hívják csávót. Igen, mondjuk az a gránát az nem lenne túl jó. Nem biztos, hogy ezt ki tudnánk védeni. Nem érünk rá, nagyon nem. Revolúcióra készülünk, mi? Igen. Na, talán erre a névre most már. Na, jó van. Ajaj! Ez gond! Ja, jó van, csak hülyéske. De jó. De kapunk egy kis levest. Milyen lakályos azért ez a fenti terület, ez nagyon jó. Majdnem megölt a Blaskot. Sztár, igen. Ettől már sztárrá vált, hogy Blasko ki akarta nyírni. Ennyi. Egy kis cigi, hát, és a gyerek, mindegy, mind hagyjuk ezt a témát. Egészség fontos. Kicsit ott azért történt a nővel valami. Ja, végig lent élt. És amikor feljött, akkor maga volt a pokol. Hát gondolom a atombombának a... hát... hatására, meg úgy egyáltalán ezekre gondol. Ajajajajajaj. Basszus. And half of her body was all gone. Ó, bazd meg. Édesanyjának a fele az jó részt eltűnt, és úgy próbálta megmenteni a... Na, hát ez akkor tudja, hogy utálja a nácikat, mint a szart. Mindent elveszítesz, amit szeretsz az életbe. És mit gondolsz abban a pillanatban? Igen. Caroline-nal mondjuk hasonlót érezhettünk mi is. Nem szörnyek. Igen, emberek. Sajnálja, hogy gondolom kell, igen, Caroline-ra gondol, sajnálja, hogy meghalt. Voltak tökei Caroline-nak, és akkor azt mondta a fekete nő, hogy miért mindig ezt kell, miért ezt a szinonimát kell használni, hogy van töke ahhoz, hogy belevaló volt. Jó van. Igen, ikrek azok előbb-utóbb meg lesznek. Igen. Ajjaj, jönnek a németek. Azonnal ki kell vonuljunk innen, mert gáz van. Menjenek föl, és akkor addig mi feltartjuk a nácikat. Na, itt még van kettő másik is, aha. Nem is kettő, ott van még egy. Nem egy nagy ellenállás, nincsenek sokan, de
legalább a lőszerük is van, oké. Okay. Hű, nagyon bevadult a zene. Szóval igen, jó. Jó van srácok, itt fogom abba hagyni, nagyon izgalmas lesz a következő videónk eleje. Hogyha tetszett ez a végigjátszás meg a Wolfenstein eddigi részé, akkor megköszönöm, hogyha lájkoltok minket. És ha nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, én most megpróbálok elbújni, na de addig is szevasztok!